kérés, másik került és sikerült. Ritka látvány, hogy könyves polcok között dobnak célba a gyerekek. A múlt héten ezt is lehetett a Máté Szalkai Városi Könyvtárban. Sőt, kézműves foglalkozásokat is tartottak. A programsorozatot a Népmese napja alkalmából szervezték a múlt héten. Az egész hét egyébként nálunk a meséről, a népmeséről szól, ugyanis már kedden, szerdán, csütörtökön óvodásokat láttunk vendégül az olvasóterembe, és mi olvastunk meséket, illetve papírszínház előadást nézhettek meg a gyerekek. Pénteken pedig egésznapos meseolvasásra jöttek az általános iskolások, alsó tagozatosok, és gyakorlatilag 9 órától 4 óráig egyfolytában mesét olvastak. Nagy-nagy örömömre szolgált, mert már több mint 10 éve van ez, hogy Benedekelek mesefájára felragasztjuk a mesélők nevét, hogy most olyan hatalmas termése van a fának, hogy nem is lett elég, amit kivágtam körtefigura, hanem bizony még almát is kellett ráragasztani. Kecske Béka Béla! Igen, és tanár úr! Báb előadáson is szórakozhattak a gyerekek a könyvtárban. Negyedik éve szervezik meg szeptember végén a Mesés Csődület című rendezvényt. Az a célja a könyvtárosoknak, hogy újra olvasóvá tegyék a családokat. Egyre kevesebb gyerek olvas, sajnos. De én azt gondolom, és ezért is van ez a program is így kitalálva, hogy a szülői minta az, ami a legfontosabb. Mert ha a szülő olvas minden nap a gyerekének, ha csak egy-egy mesét, azzal már igenis rászokatja arra, hogy könyv van előttük, hogy a könyv az fontos, és akkor ebből talán tanul egy kicsit a gyerek, és a későbbiek folyamán igénye lesz arra, hogy minden nap elővegye azt a könyvet, a mesekönyveket, aztán majd később a ifjúsági regényeket, és hát a fiúk legfőképp az ismeretterjesztő könyveket. Aztán jön a mi feladatunk, a pedagógus, az óvónéki, a pedagógusoké és a könyvtárosoké. Ha már a szülő megalapozott kellőképpen, mi akkor tudunk igazán sokat tenni. Természetesen az is előfordult már, hogy nem olvasó gyerekből sikerült megfelelő könyvvel. Ez nagy-nagy öröm, amikor egy ilyen dolog megtörténik, hogy egy megfelelő könyvvel sikerül olvasóvá nevelni a gyereket. Ez hatalmas dolog szerintem. És hát ugye ez is lenne a mi feladatunk. Szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja, a népmese napja. Elsőként 2005-ben szervezték meg az országos Széchenyi Könyvtár kezdeményezésére.